Anti-Maidan YouTube. Сейчас Закарпатье стоит перед судьбоносным решением. Kárpátalja most sorsdöntő választás előtt áll. Именно сейчас у русинов и венгров появился шанс на реализацию итогов Закарпатского областного и Берёзовского районных референдумов 1991 года. Épp most jött el az ideje annak, hogy a ruszinok és a magyarok realizálhassák az 1991-es kárpátaljai regionális és beregszászi járási népszavazás eredményét. И именно это должно остановить ту страшную беду, которая сейчас надвигается на Закарпатье. Ez kell ahhoz, hogy megállítsuk azt a szörnyű bajt, amely Kárpátalja felé közeledik. Закарпатье планирует отмобилизировать на войну с Новороссией 80 000 человек. Kárpátaljáról jelenleg 80 000 ember terveznek mozgósítani a Novorossziával zajló háborúba. Ugye ez a Donyecki és Luhanszki Népköztársaság egyesüléséből létrejött terület, amely a kijevi kormánytól való függetlenedéséért küzd. Уже сегодня количество убитых на войне подходит к 100 человекам. Már eddig is 100-an haltak meg a régióból ebben a háborúban. За что должны погибать русины и венгры Закарпатья? За миллиарды Порошенко и Балоги? Miért kell feláldozniuk az életüket a kárpátaljai ruszinoknak és magyaroknak? Порошенко vagy Балога миллиардяért? Русины стоят на позиции мирной реализации итогов Закарпатского и Берёзовского районного референдума 1991 года в составе Украины. Руссинок амеллет állnak ki, hogy békés úton, de megvalósuljon az 1991-es kárpátaljai regionális és beregszászi járási népszavazás eredménye Ukrajnában. И это не должно стать предметом торга с Киевом, а тем более репрессией. Ez Kijevvel nem alkutárgya, és nem engedhetjük, hogy ezt a vágyunkat elfolytsák. В противном случае переход из одного состояния в другое, но более уже полностью без Украины состоится автоматически. Ellenkező esetben automatikusan más helyzet fog kialakulni, de az már Ukrajna nélkül. Русины верят, что венгры не допустят, чтобы в Закарпатье бандеровцы развернули тот же геноцид, что и в Новороссии. A ruszin nép hisz benne, hogy Magyarország нem фогja megengedni, hogy Kárpátalján ugyanaz a népírtás megtörténhessen, ami Новороссияban. Русины с венграми тысячу лет жили. Это тот фундамент, который способен обеспечить мирную, созидательную будущность Закарпатья. A ruszinok ezer évig éltek együtt a magyarokkal, és ez az alap biztosítja a békés és teremtő jövőjét Kárpátaljának. И русины верят в это. Спасибо за внимание. A ruszinok hisznek ebben. Köszönöm szépen.